Kedves testvérem, szeretném folytatni a tanulmányt, az ígét, amit elkezdtünk, hogy építsünk a kősziklára. Így mondja az Úr Jézus, valaki azért hallja én tőlem beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette házát, és jött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Amen. És arra szeretném buzdítani a testvéreket, meg magamat is elsősorban, hogy építsünk a kősziklára. Ilyen a bölcsember, és legyünk ilyen emberek ebben az esztendőben, testvéreim. Annyi minden meggyengít bennünket, a lelki életünket akarja támadni, de Isten azt akarja, hogy erősen legyünk. Erősödjünk meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, és engedjük, hogy Isten az ő áldásait adja a mi számunkra. Az Úr Jézus nem ígért felhőtlen időket. Ugye olvastunk itt szélről, olvastunk viharról, olvastunk esőről, árvízről. Hát ezek mind olyan nehéz dolgok, ugye? Rossz dolgok, mondjuk mi így. Hogy ezek ne kerüljenek a lelki házunk elé, de lehet, hogy oda kerül. Mert jönnek a kísértések, de az Úr azt akarja, hogy erősödjünk meg, és tudjuk ezeket a kísértéseket legyőzni. Hát így erősítsen meg Isten bennünket. Azt említettük ugye a múltkor, hogy építsünk a kősziklára úgy, hogy foglalkozunk a jellemünkkel, belső tulajdonságokkal. Ez nagyon fontos, hogy szelídek legyünk, hogy irgalmasak legyünk, mert amikor itt beszélünk erről, hogy építsünk a kősziklával, azok az emberek, akik hallották a hegyi beszédet, hallották és megtartották, vagy megtartják azóta is, azok az erős és boldog emberek, hát erre igyekezzünk meg. Arra is, ahogy mondtam, hogy az ígét tartsuk meg. Ugye említettem a hegyi beszédben, az Úr Jézus Krisztus kiigazított olyan furcsaságokat. Az írástudók és a farizeusok tanítottak dolgokat, amik nem voltak benne a Bibliában. Ugye említettem a múltkor, hogy azt mondták ők, hallottátok, hogy megmondatod, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. És itt bizonyos dolgokat kihagytak, mert az ige azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, hogy? Mint magadat, ugye? És ők ezt nem tették ide belőle, ők ezt már nem prédikálták. Pedig ez nagyon fontos, hogy úgy szeressen fele barátomat, mint magamat legyen. Ha akarok egy finom kávét inni, akkor úgy szeressem a fele barátomat, hogy neki is olyan finom kávét csinál. De erről van szó. Ha én akarok kényelmesen aludni, kényelmes ágyba is, veszek ő nagyon drága matracokat, meg nagyon kényelmes dunnákat, meg párnákat, meg mindent, például, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy úgy szeressen fele barátomat is. És ne kezdjem el őt ítélni, meg elővenni, hogyha miért költ ő ilyesmire. Hát de én miért költök ilyesmire? Tehát a szeretetemet, amit a fele barátom felé kell intézzek, az igazából magamból kell kiinduljak, hogy ez a mérce úgy szeressen fele barátomat, mint magamat, igen, de az írástudók ezt kivették. Ezt nem, és betettek helyébe mást. Szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenséget. Ez nincs a Bibliában. Nem kell gyűlöljük az embertársunkat, és az Úr Jézus mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket is. Tehát kősziklára épp, mint az az ember, aki az ige mondását veszi magáévá. És azt tartja be, nem tér el attól se jobbra, se balra. És nem vesz el, és nem tesz hozzá. Mert az rosszul jár az ember, tehát segítsen az Úr ebben az évben is. És azt is mondtuk ugye, hogy kell foglalkozni a lelkiséggel. Imádkozni, bőtölni, adakozni, megbocsátani embertársainknak. Ez az, ami a lelkünket építi. Lelki emberek. Ez is alapvető dolog, nem szabad elfelejteni. Annyi testies megnyilvánulásnak, annyi emberi megoldások születnek. Isten azt akar, hogy lelki emberek legyünk, és foglalkozzunk ezzel is. Ezen az alkalommal szeretnék folytatni ezt, és ugyancsak a hegyi beszédből megmutatni még három ilyen dolgot, ami megint alapvető dolog. Az egyik, az első, amit ezen az alkalommal szeretnék mondani, az ember épít a kősziklára, aki nagy lelkű. Nem zsugori, nem fösvény, nem anyagias,
az anyagi dolgokhoz, az anyagi világhoz ragaszkodik, hanem Istenhez ragaszkodik. És az Isten az első az életében, és mint tudjuk ezeket az igéket, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, ne aggodalmaskodjatok életetek felől, mit egyetek, mit igyatok, és a testetek felől, miben öltözködjetek. Tehát az Úr Jézus a legalapvető dolgokat mondja el. Mert az Úr Jézus a szükségeinkről beszél. Nem a kívánságainkról, nem a kényeskedésünkről beszél, nem a luxus életmódról beszél az Úr Jézus, hanem az élet legalapvetőbb kérdéséről. Van, hogy igyál, persze vízre gondol itt az Úr Jézus. Hogy legyen igyál vizet. Abban az időben ott ez is probléma volt. Mert ott olyan időszak, meg olyan időjárás volt, meg olyan szárazság, meg olyan melegek, hogy ez is probléma lehetett. És nagy szükség a tiszta víz, a folyadék az ember számára, az étel is, persze. Meg a ruha is, meg a lakás, meg még dolgok vannak, ugye, amelyek azóta megváltozott az élet, egy kicsit bonyolultabb lett az élet, és azt mondjuk, hogy több mindenre szükségünk van, mert azért mosógép nélkül, mondta valaki, a mosógép nélkül nem lehet élni. Hát és az idős testvérek, a nagyszüleik hogy éltek mosógép nélkül? Én nem tudok azt mondani, a mosópor nélkül. Meg mit, ilyen dolgok. Hát most lehet, hogy a szükségekről beszélhetünk, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy én ezekhez ragaszkodok csupán, csak ez jár a fejembe, csak ezeket a dolgokat tudom felhozni, és ez emészt, és erre törekszek, vagy pedig van más is. És ezért az Úr Jézus Krisztus itt azt mondja, hogy bölcs ember az, aki nem aggodalmaskodik, és nem mondja azt, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyünk, és mivel ruházkodjunk, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, és most mondja el a receptet, hogy is kell élni, hanem keressétek először mit, kit. Istennek országát és Istennek igazságát. És a többiek azt mondja, megadatnak néked. Tehát nem kell azokban a dolgokban emésztődni. Nem kell azokkal a dolgokkal betelni. Mert nem az a fontos. Nem az a fontos. Hanem Isten országa, az Isten uralma. A Krisztusnak a beszéde. A gyülekezeti élet, a lelki élet, az imádkozás. Tehát amikor a mindennapi életért, a mindennapi szükségekért való hajsza, ez emészt, és csak ezzel foglalkozik a hívő ember, akkor baj van. Akkor az az első az életében, mit eszünk, mit iszünk, miben ruházkodunk. Persze, hogy kell törődni, meg kell beszélni otthon, hogy mit eszünk. Meg kell beszélni, hogy mit veszünk magunkra, melyik inget vasaljon ki, meg dolgok vannak, amit meg kell beszélni. De nem ez a lényeg, ugye? Hanem az első és a legfontosabb, hogy mit szól az Úr, hogy parancsolja a Krisztus, és ezzel lenni minden nap, nem csak vasárnap, nem csak az úrvacsora vételből, hanem állandóan evel betelni. Erről beszélt az Úr Jézus. Van-e ez a nagy lelkűség? Majdnem mondom, hogy felsőbb lelkűség. De nem akarom mi büszkék lenni erre, de a hívő ember testvérem fel kell szabaduljon ezektől a dolgoktól. Biztos olvastátok Kornya Mihályról, a Kornya krónikában írja ezt, hogy elment egy gyülekezet, és általában hívták vendégségbe, és hívták többen, és azt mondja, nem, én ahhoz a mamához, a testvérnőhöz akarok elmenni. És ment a testvérnőhöz, és azt mondta, hogy én magához akarok elmenni máma ebédelni. A testvérnő nem készültem azt, hogy van magának otthon kenyér? Van. Van a kertjében szilva fa, mert akkor érett a szilva. Igen, van. Akkor azt mondja, máma, mit együtt? És elmentek, és lelki dolgokról beszélgettek, és bátorították egymást. Nem az a fontos, hogy milyen sültek meg, nem tudom én milyen dolgok. Ha vannak, azt is meg lehet enni, ha bírja az ember a zsírosat, meg a dolgokat, a fűszereseket megenni, mert nem mindenki bírja. De akkor is keresni. Azon felül is, meg az előtt is keresni az Istennek az országát. Mert a hívő ember felszabadult ezektől a dolgoktól. Nem ezek kötik. Ő félre tudja tenni ezt. Ő el tudja halasztani. Ő tud bőtölni, mert ezt jelenti, hogy bőtölök és az Istennel tartom a kapcsolatot, hogy nem foglalkozok ezekkel a dolgokkal, hanem foglalkozok az Isten dolgaival.
nincs megkötve ezekkel, jól van, már kell ez. Nem, hanem az ige, az Isten szolgálata. Bátorítani egymást. Tehát erre tanít az Úr, és kősziklára épít az az ember, testvéreim, aki így éli a mindennapjait. Így kezdi a napot, még föl se kelt az ágyból, már az Istenre gondol, már hálát ad, hogy kinyithatta a szemeit, hálát adhat, hogy felvihat, hálát adhat, hogy él. Hát így élünk. Fölébredünk, és már is arra gondolunk, hogy tudok másoknak segíteni. Én melyek gyújtom a tüzet, én csinálom a kávét, érdezem a dolgokat. Persze, ha más csinálok, is örülök, akkor is megdicsérem, köszönöm, hogy csinálod ezt. Ilyen kell legyen a krisztusi lelkület, a mindennapokban. Nem zsörtölök, jön, már megint alsz, már megint nem csináljuk. És én mit tudok tenni? Érette másokért? Tehát ez a nagy vonalú, ez a nagy lelkű, lelki állapot kell ott legyen a hívő embernek az életébe. Keresni először az Istenek országát és az Istennek igazságát. Tehát Isten segítsen erre, testvéreim, hogy ilyen telített a lélekkel, az Úr dolgaival telített hívő emberek legyünk meg. Ez az, ami visz a boldogságra minket. A másik dolog pedig, amit még ki akarok emelni, ami nagyon-nagyon fontos, hogy tiszteljük és becsüljük egymást. Tehát ez az ilyen ember is a kősziklára épít. Mert minden ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. És ezért minden ember tisztelni és becsülni kell. Általában mi emberek olyanok vagyunk, hogy nagyon könnyen leírjuk a másikat. Olyan könnyen el tudjuk mondani, hogy milyen az a másik. Ha tudom én, hogy milyen. És lehet, hogy igazam van, hogy olyan. De a kérdés az, hogy én milyen vagyok. Hogy csak az ő hibáit látom? Csak az ő gyengeségeit látom? Vagy pedig látok benne valami olyat, ami miatt tisztelni és becsülni kell? És még egyszer mondom, az Úr Jézus a hegyi beszédben nagyon sok felfogást, gondolkodást kiigazított. És ezért nem azt mondja, hogy tiszteljétek egymást, hanem azt mondja, ne ítéljétek el egymást. És ezzel kezdődik a hegyi beszédnél a hetedik rész Máté evangéliumában. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessenek. Tehát amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Nagyon sok ember úgy beszól másoknak az életébe. Úgy tudja pletykálni a másikat. És ugyanazt fogja visszakapni. Ugyanazt fogja visszakapni. Mert amilyen mértékkel és amilyen ítélettel ítél és leállat másokat, ugyanazt fogja visszakapni. Tehát ez így működik, és ezért az Úr Jézus mondja, miért nézed a szárkát, amely atyád fia szemében van? Azért, mert erre van ráállva az ember. Azért, mert ezt keresi az ember. Hogy miért nézed a szárkát, a te atyád fia szemében, a gerendát pedig, amely szemedben van, nem veszed észre. Miért csinálja ezt az ember? Mert mindig másokra figyel. És ezért akar az Úr Jézus kiigazítani ezt, hogy kősziklára építeni. Ebben az új esztendőben tisztelni és becsülni embertársainkat. Még akkor is, ha bűnös utakat járnak, nem értek egyet a bűnös úttal. Nem tetszik nekem az a bűnös életmód, de látom a bűnös életmódot, és azt mondom, Uram, könyörüljél azokon az emberekkel. Változtass meg azokat az embereket, mert rossz úton járnak. Az Úr Jézus nem ezt tette a kereszten? Megverték, gunyolták, csúfolták az Úr Jézust a kereszten, és mit csinált? Ordított és kiabált velük? Veszekedett velük? Nem. Mit csinált? Imádkozott értük. És azt kérte, Atyám, bocsáss meg nékik. Nem tudják, hogy mit cselekeztek. Na ez a lelkület, hogy még akkor is, amikor ők rosszat tesznek, mint embereket tisztelni és becsülni, és azt kérni, hogy az Isten áldja meg őket. Adjon nekik megtérést. És azért is imádkozni, Uram, én nem akarom. Azok az emberek rosszul jártak, rosszul csinálnak, rosszul viselkednek, csúnyán beszélnek. Én nem akarom ezt az életembe. De tisztelni és becsülni az ember. Hogyha tisztelnénk és becsülnénk jobban embertársainkat, akkor erősebb lelkünk lenne. Miért? Mert akkor meglátnánk a jó dolgokat is az életébe. Nem csak a szárkát, hanem a jó dolgokat is. Azt mondanánk, milyen ügyesen csinálta ez az ember, én is így kellene csináljam. Nézd, milyen gyönyörűen beosztotta a dolgokat. Nézd, milyen szépen tudja szervezni. Én is így kell csináljam.
Hát miért rossz az, hogyha tanulunk jót általában az emberektől akárkitől? De kell tanulni, kell tisztelni egymást, becsülni, ez nem azt jelenti, ahogy mondom ezeket a dolgokat, ugye figyeltétek, hogy azért a hívő ember, aki tiszteli az embereket, mégis megkülönbözteti a jót a rossztól. De nem személyválogató. Nem lenézi, nem leírja az embereket, hanem tiszteli az embereket, a bűnt, a rosszat, azt nem akarja követni. Az Úr Jézus itt éppen a hegyi beszédben is azt mondja, ne adjátok azt, ami szent az embereknek. Hát most mondjuk, hogy tisztelni kell az embert, az Úr Jézus meg azt mondja, hogy na, ott vannak olyan emberek, akik olyanok, mint a kutyák, mint az emberek. Sőt, még többet is mond. Gyöngyeiteket se hányjátok hova? A disznók elé. Hát azért miért mondja ezt? Még az Úr Jézus még mondott még egy állatot egy emberről, és azt mondta, az a róka. Hát nem azért, mert csúfolni akarta meg lejáratni, hanem azt a rosszat akarta kifejezni, hogy milyen csalafinta, mennyire furfangos agyú az az ember, és nem jó, ha úgy viselkedik az ember, mint a róka, úgyse úgy viselkedik, mint a kutya, meg a disznó. Ugye? A kutya mindenképpen beleköt. Az élő fába is beleköt, hallottunk ilyen emberekről, ugye? És nem kell nekik az igazság. Nekünk kell az Isten igazság és a Krisztus ország, de vannak emberek, akiknek nem kell. És mondhatod neki a szent dolgot, mondhatod a szépet, mondhatod a Bibliát, mondhatod a bizonságtevést, és nem akarja. Nem akarja az olyan ember. Nem kell erőltetni. Szeretni és tisztelni kell. Föl kell szabadulni erre, testvéreim, hogy mértékkel mondani vagy nem mondani dolgokat. Ehhez bölcsesség kell. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy bölcs ember az, amelyik a kősziklára épít. Vannak emberek, akiknek nem lehet mindent elmondani, mert nem kell neki. Ki fogja csúfolni, el fogja mondani másoknak, kiírja a Facebookra, össze-vissza mindenféle rossz értelmezésben, ott fogják kommentálni, meg ott fogják beszélni. Nem kell mindenkinek mindent elmondani, aki fogadja, akinek kell, akinek nem ez az állat lelkület van benne, hanem akiben ott van egy kicsit a krisztusi indulat, annak komolyabban kell az Isten igéjét mondani. Emlékeztek arra, amikor a Cselekedetek könyvében olvasok azt, hogy volt egy fiatal ember, aki nagyon-nagyon ügyesen tudta az ószövetségi törvényeket, és nagyon ügyesen tanította azokat, és amikor látta Akvilla és Priscilla, hogy ez a fiatal ember milyen ügyesen csinálja ezeket a dolgokat, akkor azt olvasok az igében, hogy maguk mellé vették. És még nyilvánosabban kifejtették előtte az Istennek az útját, mert az csak a János keresztjéig jutott. És amikor rájött ez az ember, akkor megtért, átadta magát, megkeresztelkedett, nagyon komolyan tanította Istennek az útját. Nem mindenkivel csinálták ezt. Miért? Mert nem szerettek mindenkit. Miért? Mert nem foglalkoztak az emberekkel? Dehogy nem, de nem lehetett. Mert az emberek kötekednek, nagyon sokszor kritizálnak, vitatkoznak. Az az ő bűnük. Ne tanuljuk el ezt tőlük. Tiszteljük, szeressük az embereket állandóan. Amikor néhány évvel ezelőtt Amerikába jártam, említettem én már a testvéreknek, hogy voltam a Haraszti testvér családjában. A Haraszti Sándor testvérű már akkor az Úrnál volt, már nem élt. És a kedves felesége mesélte el, hogy hogy jártak ők, mert az egyik lányuk egy muzulmánhoz ment férhez. Egy olyan emberhez, aki Allahot imádta. És úgy, mint az amerikai nagy családokban, ott éltek ők egy nagy házban, egy hatalmas nagy házban éltek. És minden reggel együtt reggeliztek. Hát, leültek, hogy mit ettek, ettek, nem ettek, de együtt voltak, és a Sándor bácsi, a Haraszti testvér, ő mindig imádkozott, olvasott a Bibliából is imádkozott. És ott volt a veje is, mert eljött, hát ő is ott lakott, ott, oda tartozott a családhoz, és eljött ő is, mindig ott volt minden reggel. Hát, hogy baj, beszéljük.
És ő állandóan csúfolta, meg úgy látszott rajta, hogy nem kellenek neki ezek az igazságok, a Biblia, meg a Krisztus, meg ezek a dolgok. De a harasztó testvér nem foglalkozott ezzel. Hát ő úgy bánt vele, annyira szerette, kezet fogott, ölelte, ajándékokat vett, mint a többieknek is. Tehát ez a krisztusi szeretet volt jelen, imádkozott érettük. Ugyanúgy, mint a többivel, akik hívők voltak Istennek a gyermeke is. Eltett egy pár hónap, egy pár év, és egyszer ez a vejet azt mondta neki, apu, akarok veled beszélni. Jó fiam, gyere, menjünk az irodába. Mondtam, nagy irodája, nagy könyvtára volt a haraszti testvérnek, és leültek. És azt mondta a vejet, apu, én, mikor ide bekerültem ebbe a családba, én nem hittem ezekben a dolgokba. Tudod, én nem ilyen vagyok, nem keresztény vagyok. De amikor láttam, hogy ebben a családban milyen szeretet van, hogy ti hogy ragaszkodtok egymáshoz, hogy ti hogy szeretitek egymásnak az Úr Jézus, nekem is kell ez a vallás. Én is akarom a Krisztust követni. Hogy kell ezt csinálni? És azt mondja a haraszti testvér, hogy elmondtam neki, hogy kell megtérni, hogy kell a Krisztust követni, és megtérni, megkeresztelkedett. És aztán majd én is voltam ezeknek a testvéreknek a családjában, most már hívő emberként, Bibliával, ő is ugyanezt csinálta a családjában, a gyerekeimmel, mint haraszti testvér. Másfajta nézett. És nagyon sok ember másféleképpen, akár a munkahelyen, ugye? Ahol ne beszél nekem elő. Még éppen a családban, rokonságban. Nem tud bizonságot tenni, nem fogadják el. Szeress, szolgálj és imádkozz többet. Ez a megoldás. Nem azt, hogy lejáratni őket, nem azt, hogy összeveszni velük, nem azt, hogy kiabálni velük, mert kikérem magadnak, mert hívő vagyok. Nem, ez nem krisztusi viselkedés. Tisztelni az embert. Imádkozni érte. Az értékeket, a szép dolgokat bevinni az életembe, és szeretni és szolgálni az embereket. Így ad az Úr áldást. Ezek az ilyen emberek, bölcs emberek, akik a kősziklára építettek. Nem szeretnél egy ilyen ember lenni? Én szeretnék egy ilyen ember lenni. Segítsen Isten el minket. És még egy gondolat, testvérek, mielőtt imádkozunk, hogy épít a kősziklára az az ember, aki igyekszik a lelki érettségre. A lelki növekedésre. Nem elégszik meg azzal csupán, hogy legyen élete. Na, valahogy legyen élet, valami legyen az életében. Az Úr Jézus Krisztus beszél arról is, hogy őrizkedjetek, ugye itt a hegyi beszédben, őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájába jönnek hozzátok, de belül milyenek? Ragadozó farkasok, azt mondja. Hát a farkas, az nem azért megy a juhok közé, hogy ő kiránduljon egyet. Képeket csinálja, ugye? Hát, hogy megtöltse a pocakját, nem? Ezt akarja a farkas. Ilyen a farkas. És az Úr Jézus Krisztus akkor elmondja, hogy honnan tudom, hogy jó bárány valaki, vagy farkas. És nézzétek meg, hogy mondja. Gyümölcseitről ismeritek meg őket. És ezért mondom én, kedves testvéreim, hogy el kell jussak arra a lelki érettségre. Ne legyek megelégedve akármilyen kicsivel. Ha ott van, szoktam örülni én. Szoktam én mértékletes lenni, de van, amikor nem. Tehát igyekezni, hogy ezek a lelki gyümölcsök, ezek a léleknek a gyümölcsei, ezek növekedjenek és érjenek meg az életünkben. Pál apostol azt mondja, hogy igyekezni kell, hogy jussunk a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére. Tehát el kell jutni egy olyan szintet, ami az érettségnek, a bölcsességnek, a szelídségnek, a türelemnek a szintje. Ezt akarja a Jóisten az embernek az életébe bevinni is, és segítsen az Úr bennünket, testvérek, hogy ilyenek legyünk. Hogy leszünk ilyen emberek, úgyhogy megtérünk az Úrhoz. Úgyhogy kitartunk az Úr mellett, mert éppen itt beszél az Úr Jézus arról, hogy menjetek be a szoros kapun. Hát az tud teremni gyümölcsöt, aki már megtért, aki bejutott a szoros kapun. Az tud gyümölcsöt teremni, aki jár a keskeny úton, mert azt olvassuk itt, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát járni kell ezen a keskeny úton. Ki kell tartani a Krisztus mellett. Na éppen ezt a hamis tanítók ezt nem csinálják.
Ők nem keresik az üdvösséget, ők nem keresik a szentséget, ők nem szépen akarnak élni, mint a farkas. Oda megy és ő pusztít, tép széjjel, bánt, sebez. És nagyon sok ember így van ezzel, mert nekik ez tetszik, hogy lejáratni a másikat, kicsúfolni, hazudni. Már ilyen a farkas lelkületű. De nem ilyen a hívő. Hanem olyan, aki átadta az életét a Krisztusnak, és odafigyel az Istenre, hogy adjon az Isten növekedést, adjon az Isten erősödést a lelkébe. Testvéreim, igyekszünk-e erre? Töltök-e időt ezzel, hogy ezeket a gyümölcsöket tudjam fejleszteni? Ezek a jellemvonások tudjanak megerősödni, érlelődni benne. Hát Isten ezt akarja. Én mit akarom? Olyan szép annak az embernek az élete, aki eljutott erre a szintre. Úgy örülök, amikor ilyen emberekkel tudok találkozni, beszélgetni. És Isten azt akarja, testvéreim, hogy minnyájan ilyenek legyünk. Minnyájan. Hogyha jönnek emberek feldúlt lélekkel, kiabálva, veszekedve, mindenféle zavaros állapotból, hogy le tudjanak csendesen. Hogy tudjanak útmutatást kapni az úttól, vezetés, áldás, a beszélgetésből, az imádságból, az együttléteinkből. Isten ezt akarja, hogy ilyen emberek legyünk. És ezek azok az emberek, akik a kősziklára, a Krisztusra építettek, mert törekednek erre az érettségre. Ahogy Pál apostol mondja, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes vagyok, hanem azt mondja, igyekszem. Ez az igyekezet. Hogy minden nap, jaj, most nem voltam elég türelmes, bocsánatot kérek, másképpen csinálom, jobban figyelek erre, jaj, megint megszóltam valakit, mert nem hallottam meg, de én tudom, hogy rosszul csináltam. Uram, bocsáss meg, változni akarok, más ember akarok lenni. Isten ide akar eljutatni. Vajon igyekszek-e erre? Ez az út, ez a Krisztus útja. Így erősödök meg, így lesz az életem a Krisztusra építve. Hát én kívánom, testvéreim, hogy ebben az új esztendőben építsünk a kősziklára. Építsünk Krisztusra. Legyen erős az életünk. Győzzük le az akadályokat, tegyük félre a kísértéseket, tegyük félre az emberi okoskodásunkat és mindenfélét, ami megakadályoz bennünket, és figyeljünk az Úrra, és cselekedjünk csak az ő akaratát. Amen. Amen.